Sziasztok! Rengetegen kérdeztétek tőlem mostanában, hogy hogyan lehet hosszú távon fenntartani a rendet a konyhában, kifejezetten a konyhapulton hogyan lehet rendet tartani. Szerintem kétfajta ember létezik. Van, aki a bőségre, a sok tárgyra vágyik, és arra, hogyha a konyhában van, azonnal elérjen valamit. Tehát kihasználja az összes felületet, ahelyett, hogy mondjuk fölnyúlna, vagy egy kicsit pár lépést tenne. És van a másik fajta ember, aki pedig az egyszerűségre és a letisztultságra vágyik. Ilyenkor jön képbe ugye a minimalista gondolkodásmód, a minimalista konyha, mert hogyha belépünk mondjuk ebbe a konyhába, akkor nyugtatóan hat ránk. Persze, akik ugye sok tárgyra vágynak, azok megkérdezhetik, hogy egy ilyen konyha mennyire reális a való életben, és mennyire lehet igazából kihasználni ezt a konyhát, hogyha semmi nincsen elől és steril a környezet. Azonban nem vagyunk ugyanolyanok, különböző dolgokra vágyunk, és ez a videó ugye azoknak szól, akik az egyszerűségre és a letisztultságra vágynak, és hogy így hogyan lehet kialakítani egy hosszú távú rendet egy minimalista konyhában. Amikor először találkoztam a minimalizmus gondolatával, kicsit megijedtem, és valószínűleg ti is megijedtetek, hiszen a minimalizmus nagyon sokak számára azt jelenti, hogy semmink nincsen, és mondjuk a 20-as éveinkben levő fiatal, friss egyének vagyunk, akik körbejárják a világot egy hátizsákkal. És be kell valljam, hogy amióta jobban megismertem a minimalizmust, nem unalmas. Nem csak arról szól, hogy semmink ne legyen, és semmi ne vegyen minket körül, hanem az vegyen minket körül, ami igazán fontos. Tehát például, hogyha egy minimalista konyha kialakításában gondolkoztok, akkor azokat a dolgokat figyelembe kell venni, hogy például a különböző alkatrészek ne legyenek elől. Tehát ha már kapásból olyan szerkezeteket tudsz beépíteni a konyhába, ami mondjuk nincsen szem előtt, ami mondjuk rögtön a berendezés része, és el van dugva a szem elől, akkor az kevesebb vizuális zajjal jár. Nyugtatóbb a szemnek is, és ugyan megvan mindened, amire szükséged van, még sincsen elől, és nem bontja meg a konyha egységét. A minimalizmus gondolata a legtöbb ember számára a felesleges tárgyaktól való megválással kezdődik. Ez azt jelenti, hogy például a konyhában válj meg minden olyan felesleges kütyütől, felesleges apróságtól, amire nincsen szükséged. Hogyha egy ilyen eszközt például nem használsz hetente, vagy pár hetente, akkor valóban szükséged van rá a konyhádban. Amint kevesebb kütyű, kevesebb kiegészítő és kevesebb dolog lesz a konyhádban, nem csak kevesebb élelmiszer fog megromlani, hanem te is jobban átlátod a konyhádat. Mindennek lesz helye, hiszen elférnek a dolgok a fiókjaidban, akár mondjuk fiók elválasztókkal szépen rendszerezheted külön a fiókjaidat, és ezzel egyetemben kevesebb dolog lesz a konyhapultodon is. Tehát ha olyan tárgyaid vannak, amiket te a jelenlegi életben nem igazán használsz, vagy úgy gondoltad, hogy jó ötlet megvenni, de a hétköznapokban igazából el is van dugva, fel sem tűnik, hogy ott van a konyhádban, akkor válj meg tőle. Add oda valakinek, aki boldogan használná, vagy pedig, hogyha olyan értéke van, ami piaci érték szempontjából valóban érték, akkor add el valakinek, és akkor legalább pénzt is kerestél azzal, hogy megváltál felesleges tárgyaktól az otthonodban. A minimalizmus a fenntarthatósággal és a környezettudatossággal kéz a kézben jár. Mert amint elkezdtél azon gondolkodni, hogy mennyi tárgyat halmoztál fel például a konyhádban, utána elkezdesz gondolkodni, hogy milyen dolgokat engedsz be mostantól a konyhádba. Például ilyenkor, ami a fenntarthatóság szempontjából az első dolog, ami eszetekbe jut, az a műanyag és a műanyagmentesség. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy akik ugye a minimalista irányba elmozdulnak, vagy szeretnének elmozdulni, vagy egyáltalán csak szeretnétek egy üres konyhapultot magatoknak, semmi műanyagot nem hozhattok be. Természetesen az egyszer használatos műanyag zacskókat, vagy az egyszer használatos műanyag dolgokat. Ilyen szempontból a szívószál, vagy a különböző zacskók, amiket csak úgy hazahozol, ezeket el lehet felejteni. Ezeknek van alternatívája, például ugye a vászonzacskók, vagy van nagyon jó fém szívószál, amit lehet vásárolni,
és nem egyszer használatos műanyag. Ilyen esetben ugye csökkentjük a műanyag felhasználást, csökkentjük a felesleges szemétgyártást a konyhánkban. Tehát a minimalizmus lépéseiben, ugye a tárgyaktól való megválás után jön egy kicsit a műanyaggal való gondolkodás, vagy a műanyagmentesség gondolata is. Itt azonban a fő fókusz, hogy az egyszer használatos műanyag termékeket ne vásárold meg. Tehát, hogyha van egy műanyag kulacs, amit évekig használsz, és jó szolgálatot tesz, és ezért cserébe nem veszel teljesen fölöslegesen minden egyes alkalommal egy 6-os pak ásványvizes palackos üveget, akkor azzal rengeteg felesleges műanyagtól igazából mentetted meg a földet, hiszen ezek a műanyagok rengeteg ideig itt maradnak velünk a földön. Úgyhogy a lényeg az, hogy környezettudatosan gondolkodj, tehát egy termék kivált rengeteg felesleges szemetet. Gondolj bele, egy kulacs használatával mennyi felesleges műanyagtól mentetted meg a földet. Ilyenkor néha megkapom válasznak, hogy jó, de az ásványvíz az finomabb, vagy hogy egyszerűen csak nem akartok foglalkozni az egyszerű műanyag felhasználás csökkentésével. Szerencsére a kényelem és az ízvilág megoldására nem csak a palackvíz a megoldás. Az otthonunk vízkezelésével, illetve vízlágyításával már az előző videómban foglalkoztam, azt itt megnézhetitek, azonban a mai videómban a víz szűrésről fogok pár gondolatot hozni, hiszen a lágyvíz, illetve a szűrt víz az nem ugyanaz. Lágyvízre a fürdőszobánkban, a kazánházban, illetve a mosókonyhában van szükségünk, szűrt vízre azonban a konyhánkban van szükségünk, azért, mert itt kifejezetten fontos az, hogy ízletes vízünk is legyen. És hogyha már mondjuk itt szűrt vízünk van, tehát iható vízünk van, ami ízletes is, azzal csökkenthetjük a zsugorszámra vásárolt PET palackok számát az otthonunkban. Tehát ilyen értelemben, hogyha mindig van itthon ízletes szűrt víz, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy van-e itthon víz, mikor fogom bevásárolni, esetleg hogyan hurcoljam haza ezt a rengeteg PET palackot, és hogyha már itthon van, akkor hol tároljam, és hogyha megittem a vizet a PET palackokból, és esetleg még össze is gyűrtem őket, akkor hol tároljam addig, amíg elviszik a szemetet tőlünk. Tehát ilyen értelemben nem csak felesleges hulladékokat csökkentünk az otthonunkban, hanem mindig van egy állandó vízkészletünk, ami ízletes, és nem kell aggódni, nem jár stresszel, hanem csak egyszerűen és gyorsan megisszuk. Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy a csapvíz Magyarországon szigorú minőség ellenőrzésen megy keresztül, és biztonsággal fogyasztható. Leggyakrabban viszont a csapvíz íze az, amelyet nem szeretünk, és ezért nyúlunk esetleg a palackos megoldásért. Létezik azonban más megoldás is. Egy ilyen konyhapult alá építhető vízszűrővel eltávolíthatjuk az íz- és szagrontó anyagokat, mint például a klort is, így még kellemesebbé tehetjük a csapvíz ízét. Ráadásul ez a szűrőbetét még magnéziumot is ad pluszba, a magnézium jótékony hatásáról pedig szerintem nem kell mesélnem nektek. Ezt a szűrt vizet használhatjuk az iváson túl a főzéshez is, a sima, szűretlen vízzel pedig mosogathatunk. A szűrt és a szűretlen víz közötti különbséget úgy tudom nektek a legjobban megmutatni, ha főzök egy teát. A csapvízből főzött teán egy hártyás réteg jelenik meg, és opálos lesz a tea. A szűrt vízből készült pedig tiszta és áttetsző. Szerintetek ezek után melyik teából fogok inni? Ha pedig beépített vízkezelő rendszer van a konyhádban, akkor nem csak kevesebb egyszert fogsz használni, hanem a készülékeid is tovább fogják bírni. És nem utolsó sorban kapásból, a csapból már szűrt vizet fogsz kapni, és nem kell percekig várni ahhoz, hogy ízletes vízhez juss. Ha pedig szeretnéd, hogy hosszú távon kevesebb szemetet termelj, és ne foglalja el a konyhapultodat állandóan a felesleges, félig megivott ásványvizes palack, szerintem tudjátok, miről beszélek, akkor mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg a BVT vízkezelő berendezéseit. A minimalista konyha kialakítása azonban nem áll meg abban, hogy megszabadultunk a felesleges tárgyaktól, és megpróbáltuk csökkenteni a vizuális zajt, ugye a
beépíthető berendezésekkel, hanem annál sokkal több dolog van a minimalista konyhában. Folytassuk a felületek tisztántartásával. Könnyű, hogy az üres konyhapult egy újabb lerakodó hely legyen az otthonunkban, azonban próbáljuk meg visszatartani ezt az automatikus mozdulatot, hogy lerakjuk a konyhapultra mondjuk a táskánkat és a kulcsunkat, és szüntessük meg a konyhánkban a kacatmágnes gócpontokat. Legyen a táskánknak, újságoknak, kulcsunknak egy dedikált helye például az előszobában. Felületek tekintetében nem csak a konyhapult a felület, hanem felületnek számít ilyen értelemben például mondjuk a sütő eleje, ahova esetleg mágnes tennél, vagy például a hűtő, mert rengetegen vagytok, akik imádnak különböző mágneseket hazahozni a különböző országokból, és nem szeretnétek nagy dolgokat hazahozni, azonban egy pici apróságot hazahoztok, ami a mágnes, ami felkerül a hűtő felületére. Úgyhogy ajánlom, hogy ilyen esetben minimalizáljátok ezeket a mágneseket, és ne rakjátok a hűtő felületére különböző oknál fogva, hogyha kellenek jegyzetek, vagy szeretnétek rajzokat kitenni, akkor azt rakjátok máshova, vagy pedig digitalizáljátok ezeket a jegyzeteket. Így csökkentitek a vizuális zajt, például a hűtő felületén is. Minimalizáld a kis háztartási gépeket a konyhapultodon. Próbálj arra a maximum 1-2 kis gépre fókuszálni, amit a leggyakrabban használsz, és a többinek pedig találj helyet a kamrádban, vagy pedig a konyhapult alatt, vagy bárhol, ahol könnyen újra előveheted őket, de nincsen szem előtt. Azoknál a kis háztartási gépeknél, amiket pedig évente mondjuk csak párszor használsz, gondold végig, hogy valóban szükségesek-e ezek a kis háztartási gépek az otthonodba. Hiszen, hogyha mondjuk csak évente kétszer használod, mert tortát szeretsz sütni, amit a nagyid, vagy amit a kisgyermeked, vagy bárki nagyon szeret, tényleg érdemes egy ekkora valamit azért megtartani, mert kétszer sütit sütsz belőle? Akkor rendeljetek valami helyről, és akkor legalább szép, finom lesz a torta, és nem kell vele foglalkoznod, hogy összekoszold a konyhádat. Takaríts azonnal a főzés után. Bármennyire is kevés dolgod lehet, hogyha a mosatlan edény halmokban áll a konyhapulton, sokkal inkább jelent majd vizuális zajt az egész család számára. Ha van mosogatógéped, akkor pakolj bele azonnal, ha pedig nincs, akkor áztasd be, és mosogassál kézzel. Bevallom, ebben nem vagyok tökéletes, de próbálok törekedni rá, hiszen tudom, hogy amint belépek a konyhába, rögtön vagy elszörnyedek, hogy mennyire nagy káosz van, és mennyi munkával jár, hogy újra tiszta legyen a konyhám. Viszont, hogyha egy olyan konyhába sétálok be, aminek tiszta a konyhapultja, nincsenek mosatlan edények, akkor az egy pozitív megerősítés számomra, hogy jó úton haladok, és nyugodtabbá tesz hosszú távon. A konyhai kisháztartási gépeknél is hosszú távon tervez. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk a BVT víztisztító készülékei, ezek a kisháztartási gépek is évekig fognak kiszolgálni téged, hogyha a minőség mellett döntesz. Egyszerűsítsd a dekorációt is. Egyrésztről nem kell, hogy a minimalista konyha steril legyen, viszont egy-két kis aprósággal, amiben a színek és az anyagok harmonizálnak, azért feldobhatod a konyhádat te is. Az eheti kérdés pedig az, hogy szerintetek mitől minimalista egy konyha? A színvilágtól, az anyagoktól, a bútoroktól, vagy attól, hogy kik laknak benne és kik használják? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit írtok, írjátok meg kommentbe. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma, és köszönöm szépen a BVT-nek is, hogy támogatta a videót. Remélem, hogy megtetszett a gondolat, hogy ti is csökkentsétek a vizuális zajt az otthonotokban, és elgondolkodjatok azon, hogy milyen beépíthető rendszerek lehetnek egy minimalista konyha kiépítésében. Hogyha még újak voltatok a Kívülbelül Boldogság csatornáján, akkor itt feliratkozhattok, hogy megkezdjétek az utazást egy rendezettebb otthon és egy boldogabb élet felé. Sziasztok!